1984-ben örökös földön megnyílt egy óvoda, akkor még 28-as számú lapközi otthonos óvoda néven. Az intézmény 1997-ben a Margaréta nevet vette fel. Az óvi népszerűsége azóta is töretlen, jelenleg 8 csoportban közel 200 gyermek tölti itt a mindennapjait. Az elmúlt 40 évben sok minden változott, így az óvoda pedagógusoknál is fontos az innováció, ami csak akkor lehet hatékony, ha ötvözni tudják a hagyományokkal. A legnagyobb innováció, ami most egy picit veszélyben van, hogy felsőfokú végzettséghez kötötték az óvodapedagógus szakma gyakorlását. Ez egy nagyon nagy vívmány, és világhíres az óvodapedagógiánk, az óvodai nevelésünk, és erre most vannak kísérletek, ami nem feltétlenül nekünk kedvez. Nagyon nagy vívmány a pedagógusok életpályája, amely biztosítja az előrehaladást ezen a pályán is. Egyre inkább érezzük az elismerést, persze nagyon nehéz, hiszen változnak a gyermekek, változnak a szülők, generációváltás történik, ami talán a legnehezebb, hogy a generációk közötti áthidalást mi vezetők és régi kollégák megoldjuk, de minden erőnkkel ezen vagyunk. A Margaréta örökös zöld óvoda idén áprilisban a tagintézmény vezető Budapesten vehette át a címmegtartó zöld óvoda elismerést. Ezzel országosan 8 óvoda büszkélkedhet, ebből egy a nyíregyházi Margaréta. A környezettudatosság fontos az intézményben, ebben a szemléletben ültettek el egy díszfacsemetét is az ünnepség keretein belül. Ezzel jelképezve azt, hogy tulajdonképpen a kertészkedés és a pedagógia, a gyermeknevelés egy és ugyanaz. Hiszen a szülőktől kapjuk meg a kis palántot, azt dédelgetjük, locsoljuk, etetjük, itatjuk, a gyomokat eltávolítjuk, ami nem odavaló mellőle, és amikor úgy látjuk, hogy egy picit meghajlik, akkor egy karót teszünk mellé, viszont egy idő után a karót kihúzzuk, és megnézzük, hogy meg tud-e állni a világban. Egy időkapszulát is elhelyeztek az udvaron, amit 10 év múlva, 2034-ben nyithatnak ki az akkor itt dolgozó kisgyerekek. Az óvoda pedagógusok célja, hogy a gyerekek boldogok legyenek, sokat játszanak, nevessenek és jól érezzék magukat. Ugyanez a cél a következő 40 évre is. A gyerekek ünnepi műsorát elnézve úgy tűnik, jó munkát végeznek az óvónénik. Újra csizmámhoz vették, most...